22. alkalommal rendezték meg Kakasdon a hagyományőrző székely, sváb és felvidéki disznóvágást. A településen mindig nagy készülődés előzi meg az eseményt. Négy testvértelepülésről is érkezett delegáció. A kakasdiaknak is egy egész napos rendezvény, hiszen együtt közös a vágás, közösen feldolgozzuk a húsokat, és közösen el is fogyasztjuk, majd ezt követően bállal zárul maga az esemény, ez az egész napos eseményünk. Ezen a napon nem születnek nagy döntések, nagy horderejű dolgok, mégis nagyon jelentős kakasd élete szempontjából, hiszen várjuk, készülünk rá, és úgy működünk ezen a napon, mint egy nagy család. Tehát közösen dolgozunk, és azt gondolom a mai időkben ez egy nagyon fontos, sokszor fontosabb, mint egy nagy horderejű döntés. A másik szempontból ez egy hagyományőrző disznóvágás. Kakasdon is egyre kevesebben vágnak disznót, földolgoznak fél disznót, vagy éppen betöltenek húsokat, de maga a disznóvágás is lassan hagyományőrzésnek számít, hát még ennek módja. A polgármester elmondta, Kakasd székely, sváb és felvidéki gyökerekkel rendelkezik. Ezért fontosnak tartják, hogy a kialakult testvértelepülési kapcsolatokat folyamatosan őrizzék, gondozzák. A felvidéki diáki és Kakasd közötti testvérkapcsolat már 15 éve működik. Mi úgy jövünk ide, hogy ez a másik otthonunk. Itt vannak a barátaink, itt vannak az ismerőseink, ismerős arcok, ugyanúgy örülünk egymásnak, mint 15 évvel ezelőtt. Nagyon fontos, mert kapcsolatépítő jellege van. Úgy kezdtük ezt az egészet, hogy a fogásokat, amit megcsinálnak, háromféle módon készítik. Felvidék módon, sváb módon és az itteni szokások szerint. Így megismerhetjük mások ízvilágát, mások ételét, és jókat beszélgetünk. Úgy a hétköznapokról, úgy a politikai helyzetről, úgy a mindennapjainkról. Örülünk egymásnak, körülünk a erdélyi barátainknak, és ez a kapcsolat, ez olyan mélységes, hogy nem csak ide járunk, hanem ugyanúgy találkozunk aztán Erdélyben a kakasdiakkal is, úgyhogy igyekszünk mindig a csapatba belemondni másokat is, hogy mások is megismerjék, mások is barátkozzanak. Nagyon kedves emberek Kakasdon, polgármester asszonnyal az élen, úgyhogy örülünk, hogy meghívnak, és örülünk, hogy itt tudunk lenni. A német vendégek Radiborból érkeztek. Hilc Ádám elmondta, a sváb módszer szerint a disznót teknőbe forrázzák, aztán rénfára akasztják. Ezt követően megtisztítják, majd feldolgozzák. Hát, hogy miért fontos? Hagyományőrzése, svábok, székelyek, Erdélyből összejönnek, és évente ez a disznóvágás, ez egy olyan összejövetel, amit nagyon nagy örömmel fogadjuk a vendégeket minden évben, és ők is szívesen jönnek. A disznóvágási szokások is változtak az évek, évtizedek során. Alapjában az, hogy disznó kell hozzá, forrázott teknő, rénfa, de azon kívül ugye ma már sokkal egyszerűbben, mert van gázperzselő, van elektromos daráló, stb. Stb. Tehát könnyebb a feldolgozás. Még a vízmelegítés, ugye gázzal lehet fűteni, melegíteni, tehát egyszerűsödött sokat. A székelyek leszúrás után először szalmával beterítve perzselik az állatot. Sebestyén György, kakasdi székely. Szerinte fontos megőrizni azokat a hagyományokat, melyeket a székely ősök kezdtek el. Ez a hátát egy kicsit egy bemutatást. Ami ebbe, hogy is mondjam, más, mint a másik, ugye a maga a perzselés formája, módja, a feldolgozásnak szintén a más fűzeresítés, de megmarad ez a hagyomány, és nagyon reméljük, hogy megmarad. Nekünk ezek a disznóvágások kicsit több, mint a disznóvágás. Ez lehetőséget is alapod ad arra, hogy a testvértelepülési
kapcsolatokat ápoljon Kakast község is, úgy, mint más települések. Így jelesül Székelyföldről két településsel van testvérkapcsolatunk, németországi Radiborral egy, illetve Felvidék Deáki még egy. Na most ez a rendezvény, ez megalapozza azt, hogy rendszerességgel összejövünk. Én úgy tapasztalom, úgy látom, hogy nagyon jó érzik magukat, itthon érzik magukat, ugye is, hát ez a lényeg, hogy jó érzik magukat. Sebestyén György kiemelte a felvidéki magyar közösség és a német kapcsolatok jelentőségét is. Egy kicsit talán kitérnék a felvidéki magyarokra. Ugye őket betelepítették jellemzően több településre néhány családot, és ugye nagyon sokan, akik jönnek, annak Monyhádon van, Mucsván, Kisvejkén, rokonai, és ugye ezt az alkalmat megragadják arra, hogy ellátogatnak, vagy meglátogatják a rokonokat, és a kapcsolattartásba ez is besegít. A német kapcsolatról az nekünk azért fontos, mert a Kakasdi, illetve a környékbeli németségnek egy kapocs. Egy kapocs, ami nagyon jó élő kapocs, azt ők úgy látom, hogy tartalommal is jól megélik. A székely és a magyar kötődés rendkívül erős köteléket jelent. Ahonnan eljöttek a szüleim, ez Bukovina és Andrásfalva, oda érdekes módon tisztelettel beszéltek róla, vissza-vissza vágyunk és vágytak, de visszaköltözni nem akarnak. Tehát az a választott hazájuk, vagy a kényszerből 180 év körül időszak, amit ott éltek egy kisebb magyar közösségbe, annak kialakult egy hogy sajátos kultúrája, olyan szempontból sajátos kultúrája, hogy kicsit konzerválódott a Csikibedencéből magukkal vitt magyar székely kultúra. A székely disznóvágásnak is megvannak a sajátos szokásai, amelyek a fűszerezésben is különbséget jelentenek. Készítünk hagyományszerű, enne azt mondja, hogy kolbászt is, illetve szalámit. A szalámi készítés, azt mikor a szüleim ide kerültek, akkor csak borsóval fűszereztek, paprikát nem ismerték. És ugye ezt még mindig megvan. Maga pedig a, hogy is mondjam, a disznóvágáskor, de hát ezt az asszonyok jobban tudják, maga az alkalomhoz készített levesétel, az az órja. Az órja az, aki nem tudja, az talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy ilyen olyan savankás, savanyú leves, ami a disznónak bizonyos részéből készül, de mondom, én nem vagyok én otthon a háziasszony, de hát én erről egészen intől. Rokonok még mindig vannak. Hát a rokoni szálakat is azért ápoljuk, amennyire tudjuk, nem csak a testvértelepülési kapcsolatok révén. Az első székelyföldi település szerződés aláírásakor jó magam is részt vettem, és ugye hamar szembe tűnt a gondolkodás, mondjuk a vendégszeretetük, a ragaszkodásuk, és hát, ha mondhatom így, a kicsit érdekes észjárásuk. Kakas székely testvértelepülései Csíkfalva és Maroskeresztúr, azon belül is Székely Kakas. Bota Dániel is erről a külhoni településről érkezett. 12 óta ápoljuk a kapcsolatot az itteni közösséggel, és azóta minden egyes alkalommal részt vettem a hagyományos disznóvágáson, és nagyon jó dolog, hogy az emberek közötti kapcsolat kialakulása óta ők is ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, és megragadunk minden alkalmat, hogy találkozhassunk úgy itt, mint otthon, Székely-Kakasdon. Maga a predesztináció is összehozta ezt a közösséget, mert úgy kerestük meg egymást, hogy mivel hogy 600 kilométerre vagyunk, és rájöttünk, hogy itt is van egy Kakasd, ott is van egy Kakasd, kettő van a Kárpát-medencébe, és megragadtuk az alkalmat, és
kialakítottuk ezt a kapcsolatot, és hála Istennek nagyon jól működik. A külhoni székely delegáció a disznóvágáson kívül augusztus 20-án is el szokott jönni Kakasdra. Otthon nálunk is vannak események. Például 2015-ben volt 500 éves a településünk, és akkor voltak először meghívva az itteniek, és akkor is írtuk alá a szerződést, az együttműködési szerződést. És azóta is, mikor bármilyen ilyen nagyobb esemény szervezünk meg, mindig meghívjuk őket, és mindig szívesen fogadják, és részt is vesznek rajta. Úgy nézem én legalábbis, hogy most kezd kibontakozni ez az igény bennük is. Tehát az ifjúság olyan, hogy az idősebb korosztály kell bevezesse őket ezekbe a kapcsolatokba. Például ez az első alkalom, hogy sikerült az én fiamat is elhozni ide, és még többen vannak, akik igénylik ezt a kapcsolatot, és gondolom, hogy át fogják venni tőlünk. Az a legjobb, hogy nem mind önkormányzat csak működik, hanem az emberek egymás között kialakítottak baráti kapcsolatokat, és azáltal lehet garantálni a jövőben is a kapcsolatot. A szervezők szeretnék az eseményt még hosszú éveken keresztül megrendezni, annak érdekében, hogy tovább tudják ápolni a hagyományokat.